Siessünk, mert leszakad az eső. Elkezd esni mindjárt. Mindjárt esik! Boldog vagy, Norbert? Úgy örülök. Jó lesz itt, ezért motorozunk. Pedig itt vagyunk a kedvenc helyeden. Tudom, és most is elmosta a víz. Ezt vártam. Egész úton. Mindegy. P-Riders, avagy hogyan motorozzunk esőbe? Ez lesz a csatornánk új neve. Mostantól csak ilyen távol-keleti dzsungelekbe fogunk motorozni. Amikor napsütés van, mi nem megyünk ki, megvárjuk, míg esik. Veszünk néhány Honda Super Cub, vagy hogy hívják azt? Super Cub. Olyanokat fogunk venni, és azzal megyünk az esőbe. Most nem akarom elszólni magam, de úgy látszik, hogy a duct tape-es tuning az működik. És mi az új terv, Norbert? Az új terv a régi terv, csak esőben. Hát az útvonal sokat nem változott, megyünk 69-ezni, és utána megyünk Magyarországra, ott meg autópályázunk. M86, ugye? Aztán... 69-es út, ugye? Aztán M1-es. Nem megyünk? Megyünk, nem? Viszont induljunk meg, mert hosszú út el előttünk. Hány kilométer van még? 500? Tudom, még nem végeztem. De már be van sukkadik. 476. Azért. Anyád picsája! A legviccesebb, ne fekszünk aludni, mert majdnem elalszom, mert azt mondom, hogy... Balázs, te miért nem veszed le a festőruhát? Azért nem veszem le, mert nekem így jó. Kigombolkoztam. Most esetleg fölhúzom. Idáig. És akkor már jók is vagyunk. Cukros bácsi? Hm? Cukros bácsi?
Itt vagyunk amúgy Grácz alatt. 45 kilométerre van Szent Gotthárd. 45 perc, kb. Azt ne tudunk ajánlni. Ebédezünk egyet. Boldizsár pedig a túra végére elkezdte jól érezni magát. Nem, én most itt az útról mondtam, az eddig elfogyik út, elfogyik amit ma mentünk, most kezdtem jól érezni magam, mert már háromszor majdnem elaludtam. Meg már minden bajom volt, most így felérénkültem. 45 perc a határ? Aha. Tök jót jöttünk. Tök jót jöttünk. Aha. Az 69-es út is tök jó volt. Szerintem nem kapott szám egyáltalán. Most itt a vége jó volt. Nem, ahol esett, itt olyan kanyarok voltak, mint a Körös-hegyi ringen. Itt végig, hosszú, ki volt rakva a motoros szalagkorlát is, szerintem nagyon jó volt. That I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. Sikeresen hazatértünk! Motrok jól teljesítettek, esőruha jó volt. Visszatértünk Balázslikába, megjártuk az 1700 kilométeres szlovén túránkat. Voltak emlékezetes pillanatok. Az utolsó nap megkoronázta a túrát, volt minden, eső, serpentin, még több eső, autópálya, szenvedés. De tök jól mentünk szerintem, a végére összeszokott a banda. 600 kilométerről volt a szó. És ennyi is lett. Igen. A szállásunkról átmentünk Ausztriába, és ott jöttünk végig a magyar határig. 69-es út. Hát Ausztriába végigáztunk, majdnem. Hát 9-től fél 11, fél 12-ig esett. Akkor ott elállt, akkor ott voltak egy kis száraz szakaszok. Szent Gotthárdban ebédeltünk a zöld benzinkúton. A csizma, kacsaszalagos csizma 500 km bírt, most itt a utolsó 50 km-en kezdett beállni, ugyanis Tatán áll, elkapott egy kurva nagy zuhérünket. 50 méteres látótávolság, ugye 80-as tempót lehetett jönni. Igen, a balosázott be nekem. Nekem meg a jobbos. De lehet a jobbos is, csak már nem tudom. Mindkettő. Az egyik jobban, mint a másik. Nekem meg volt ilyen esőálló nadrágom, de valahogy olyan eső volt, hogy mindkét cipőm beázott. Ja. Igen, elég meglehetősen fáradtak vagyunk. Egyébként most 5 óra van, és fél 7-kor indultunk. Nem olyan rossz. De több időre számítottam. Igen. Igen. Hát jó, az eső az azért megkönnyítette a dolgunkat. Na, akkor végül megrövidítettük le az útvonalat. Hát akkor jöttünk az eredetileg betervezett. Mert talán egy órával lehetett volna rövidíteni, ha osztrák autópálya jövő, de szerintem megörültünk volna az örület határon. Így is majd elaludtam az autópályán, úgyhogy... Ját katasztrófa volt, mert Győr előtt meg szélvihar volt. Majd letépett a motorról, utána meg eső. M86-os. Na és összességében, hogy tetszett a túra, srácok? Jó volt. Tetszett. Nagyon jó volt szerintem. Jövőre ismételünk. Voltak nagyon jó utak, tök jókat mentünk. Az volt a jó, amikor ott bandába elkezdtük csapatni, és kanyarról kanyarra, ott együtt nyomtuk. Hát nekem a mangártos tetszett a legjobban az a nap. Az tényleg. De jó volt mindegyik. Nekem a Grossglockenzé.
Rossz kalap nyár. Nem jöttetek, de... Hát igen. Nem, még engem ők fedzétek, akartunk majd másokban. Igen, hát jó, ez jó volt így. Legalább lesz kettő volt. Anyag belőle. Igen. Igen. Boldizsár már valószínűleg hazajött Soskutra. Üdvözöljük. Egyre. Puszi neki. Kristóf meg... Nem sokára hazajött ő is. Zugróba tart, talán. Megy vacsorázni valahova. Igen. Úgyhogy köszönjük, hogy megnéztetek. Iratkozzatok föl, lájkoljatok, diszlájkoljatok, kommenteljetek. Csinálnod kell a... Csengőt is nyomjátok ott be. Ez a lényeg. Meg Instagram, Instagramnál is ott lájkolni szívecskét. Ja, meg TikTokon lesznek nagyon fasza. Ja, van Gucci TikTok is. TikTok. TikTokon lesznek fasza videók. Eddig is voltak. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottatok. Jövőre ismétlés. És további jó szórakozást. A viszontlátásra. Puszi!